Így énekeltek a Táncsics iskola énekkarosai pénteken az iskola színpadán. Új helyszínre várták az estre a szülőket és a családtagokat. Régen volt erre lehetőség, az elmúlt években ugyanis a járványhelyzet miatt nem tudták az eseményt megrendezni. Gondolom, furcsán érezték magukat, amikor megtudták, hogy változott a helyszín. Ennek prózai okai vannak. Kollégáimmal úgy döntöttünk, hogy idén megpróbáljuk itt az iskola területén felállított színpadon megvalósítani a táncos estet. Szerintünk itt hangulatosabb, igaz, nem olyan elegáns, de a gyerekek előadásának színvonalából ez semmit nem beszél. Közel 600 széket töltöttek meg a vendégek. Nagy volt az érdeklődés, nem hiába készültek tehát heteken át a diákok. A próbák során nevettek, sírtak és bakisztak is ugyan, de péntek estére minden produkció összeállt. Zsireg az egész iskola. Mindenhonnan zene és ének hallatszik. A héten tényleg nagyon zajos, akarom mondani, zenés volt az udvar. A hangosítás egy kicsit a kompetenciai írás gyötrelmei mellett vidámságot lopott a gyermekek életében. Köszönöm a diákok felkészülését, köszönöm a tanárok felkészítését, és köszönöm minden dolgozom segítségét, hogy létrejöhetett ez a produkció. Az énektagozatos osztályoknak köszönhetően többször hallhattak zenés produkciót a nézők, de hangszeren is szívesen játszottak a diákok. Volt olyan osztály, mely angol nyelvű előadással készült. Are you sure, madam? Yes, absolutely. És sokan vették fel a táncos cipőjüket is. A Táncsics est nagyon jól sikerült, a gyerekek és a vendégek is jól szórakoztak, és örültek, hogy végre megmutathatták a sok gyakorlás eredményét.